Érdekes innen kinéznem. 21 éves koromban. Pár üzlettel arrébb itt a Petőfi Sándor utcában dolgoztam egy akkor legmenőbbnek számító divatáru üzletben. Itt a Párizsi udvarral szemben vagyunk, a Fuga építészeti központban. Ki gondolta volna még akkor, hogy itt lesz kiállításom? Kicsit több mint két évvel ezelőtt felgyülemlett képeim közül küldtem el párat a geometrikus konkrét művészetet képviselő 3-7 galériába. Itt mutathattam meg először két fotómat a Budapest Fotófesztivál rendezvényén. Erős kezdésnek gondolom így utólag. Maurer Dóra mellett kaptam helyet a falon, ő volt a kurátor is, Benedek Barnával. Velem szemben pedig Robica Anikó munkái lógtak. Anikóval előtte nem ismertük egymást, sem egymás fotóit. Vannak hasonlóságaink. Jelenleg a K28 galériában találkoztak össze ismét dolgaink a Négyek és Nagyok című kiállításon. Azóta rengeteg minden történt velem. Próbálom tartani az iramot. A weboldalam is csak most készül. Itt vagyunk a Fugában. Élek. Ez a kétértelmű szó kiállításom címe. 2019-ben ennek az anyagnak egy része, 27 képem már látható volt a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumában. Thomas Opitz, a Tubi Galeri vezetőjének remek kurátori munkájával állt össze akkor ilyen szépen ez az anyag. Aztán kaptam egy lehetőséget, és ezzel a hónom alatt mutatkozhattam be Őri Júliának és Nagy Bálintnak. A Fúga piros és fekete falai tökéletes idéglenes otthona épületfotóimnak. A kiállítást 4 hónappal ezelőtt, január 24-én, éppen az 50. születésnapomon Szöllősi Nagy András nyitotta meg. Engem mindig is a matematika logikája és a művészetek szépsége, kreativitása érdekeltek. Tudom, furcsa egy páros, fejnehéz nő vagyok, tele érzelmekkel. Fotóimban ez tükröződik, ezen a területen mindkét szenvedélyemnek élhetek. Fotóimat 2-es, 3-as, 4-es képcsoportokban installáltuk. Maga az Élek cím és az 1-es fényképek címei fontosak. Így lesz kerek egész, amit mutatni, éreztetni szeretnék. Én csak fotózom. Kész, már meglévő, megtalált anyagból dolgozom. Én a fotóimmal festek. Vagy ahogyan egy beszélgetés kapcsán Sonfai Rezső nagyon találóan mondta, Sára, te úgy dolgozol, mint egy szobrász, aki egy kőből farag ki egy új alkotást. Én élem a normál életemet, jövök, megyek, és néha észreveszek dolgokat, amik mellett nem tudok elmenni. Vonzanak. Kivágásban látom őket. Nekem a szemem a gépem. Azzal faragok, festek. Ez a szenvedélyem. Elgondolkodtató ez a szó, nem? Ezek az utóbbi 5 év munkái hétköznapi magyar közegben, a többit pedig külföldi utazásaim során készítettem. A térbeli csalást, furcsa nézőpontokat, a finom fényárnyék játékokat különösen szeretem. Látszik, hogy Vazarelli könyveken nőttem fel. Okosakat és szépeket nem tudok, és nem is akarok mondani a saját anyagomról. Ezt már megtette helyettem Szöllősi Nagy András beszédében. Ha a járvány nem mosta el, ez olvasható is lesz a Balkon magazinban. Illetve
Jász Borbála, filozófus, művészettörténész, 30 perces csodás tárlatvezetéséből 3 perces videóanyag készült. Ez megtekinthető a Fuga oldalán is. Fotóim egy profi nyomdában kerülnek papírra. Általában csak 5 példányszámban, tanúsítvánnyal ellátva. Múzeumi minőségű fine art zsiklénnyomatok, amitől a képek plasztikussá válnak, szinte kinyúlnak a térbe. A lefényképezett anyagok, a beton textúrája teljesen élethűvé alakulnak. Képeimhez pedig elemzés helyett csak a címüket adom útravalónak. Megérzésük és megértésük mindenkinek személyes legyen. Ezek az én éleim, én így élek. A járványveszély elhalványulása után hamarosan újra nyithat a Fuga, a kiállítási termek. Csipke Rózsika álomból ébredünk, élünk.